rendszeresen otthon szóra vizet. Újra reneszánszát élik a régi hagyományos szépvízként megismert szódás szifont, szódás patron, tehát a szódavíz készítéséhez használatos szifonok. Ez egy átlátszó, nagyon jó kis minőségű szifon. Egy csapvizet engedünk egyszerűen a szifonnak. Kinek csapvizet? A debreceni csapvízről tudjuk, hogy nagyon jó minőségű. Felér a boltban vásárolható, jó minőségű ásványvizet kell a vízügyi igazgatója szerint is. Tehát ha szűrőberendezésünk van otthon, szűri a csapvizet, akkor nagyon jó járunk, ha ilyen ásványvizet készítünk, szódavizet. Tehát hideg csapvíz. Rácsavarjuk a fejet. És a boltban visszaváltható szódás patron csomagból kivesszük egyet, ami nem volt még elhasználva, és akkor szépen rácsavarjuk a fejre. Ezt átutasztja, és nézzük, mit tapasztalunk, figyeljük. Az általános iskolás alsó tagozatosoktól kezdve felső tagozatosokon át, akár nyolcadikosoknak, sőt, gimnazistáknak is be lehet mutatni, közben el lehet majd fogyasztani a finom szódavizet. Jó, borékból tapasztalat, óriási borékok formájában látható nyerőgikár, a patronból átjutott szén-dioxid gáz, és túlsítja, teríti szén-dioxid gázzal ugye a csapvizet. És ez egy kémiai oldódás, meglázom. Jó kis buborékos szódavíz, ásványvíz készült így házilag. Közben nagyon hideg, ugye itt majdnem odafagy a szódavíz. Tehát mindig képződnek buborékok. És azt is érdemes tudni, és tudják is már a gyerekek, hogy a bolti 1 liter árán, 1 liter buborékos víz palack árán, ugye ebben 10 patron van, 10 liter is készíthető, egy ilyen csere, igazán nem kerül már a pénzbe, de a bolti 1 liternek megfelelő ár alatt van ez. 10 liter szódavíz ára, ugye? És hogyha nagymama bodza szörke, vagy anyuka házira készített bodza, málna, eper, megy szörpében dusítjuk, vagy ízesítjük, akkor nagyon kiváló csemege és üdítőkkel készül belőle. És akkor ez ugye fogyasztható egyből, és nagyon kellemes. Tessék, itt van a külön. Elmondták a gyerekek, hogy a legjobb szódavizet mostanában itt itták, itt fogyasztották a laborban. Egy pici engedekét kémcsőbe is, két kémcsőbe, és megnézzük indikátorral, jelzőanyaggal, ez már csak felsősöknek, hogy hogyan is viselkedik ez a ásványvíz, szódavíz. Ha csak egy kicsi csipetnyi univerzál indikátor szalagot, ugye csipesszel dolgatunk bele, messzíva, akkor azt tapasztaljuk, hogy itt nagy színváltozás nincsen, de ez a képhatás alapján, ha megnézzük, hogy a pH-skálán gyengesabbnak felel meg. 5-ös, 6-os pH érték közötti intervallumban mutatja az elszíneződést, illetve azt, hogy ez a szín marad. Tehát gyengesabb a kémhatású. Ugyanakkor csipes segítségével, ugyanebbe a kémcsőbe cseppentek lakmuszoldatból, kék lakmuszoldat, alapállapotban kék, vízben is kék, a sima víz, desztillált vízben, és nézzük meg, milyen lesz a szénsavoltatában, szóra vízben. Ugye nagyon szépen látszik, hogy a kék oldatunk pirossas színre változik meg, halvány piros színre. Gyengesavas kémhatást ez is jelöli, mint indikátor. A következő kémcsőben ugyanígy a csipesznát.
univerzál indikátor nem csak szalagban, oldatban is létezik, és akkor ez volt a lakusz, ebből sem mentek bele, és az univerzál indikátor, ugye halvány, hát sárgás szint mutat, szintén ilyen sárgás szint, ami gyenge savas kémhatásra utal, de ez a lakmusz, ez igazán szépen látszik. Jó? Na akkor szódavíz, és akkor lehet fogyasztani is. Tessék is, talán egy kérdőleg, és már lehet leállni.